Hello srácok! Unboxing! Mondhatnám, hogy vettem a gyereknek, de hazudnék. Teljesen értelmetlen pénzköltés. Pannéninak összehordunk még egy kupac pénzt, még nem gyűjtött eleget. Eddig ezeknek ellenálltam mindenféle szírszar, értelmetlen kártyagyűjtő csomag, de most sajnos engem is behúztak a csőbe. A sztori. Elvileg ez az album, van 4 csomag kártya, plusz 2 limitált, összesen 18, és ilyen cukiságok vannak benne. Az ára az nem annyira cukiság, annyi. Na nézzük, mi van a csomagba, kibontjuk. Remélem nem vágom félbe az egyik csomag matricát, mert akkor sírva fakadok. Tadam! Szuper cuki! Az acsi is tök cuki, eltesszük. Na ez a special kártyám. Kérlek szépen, limited edition. Megmozgatjuk, jó? Hogy mi, mennyire limited. Azt nézd, milyen limited. Bepuppant a szóval limited. Tök cuki. Na, hát nézzük az albumot. Hát ez egy kb. Olyan, mint egy ilyen 10 forintos ilyen bugyi, ez a fólia bugyi, azért ezt annyira nem vitték túlzásba. Még csak számozás sincs, meg semmi sincs, itt ki van nyomtatva a nagy négyes, meg itt is ki van nyomtatva egy olyan négyes. Hát igen, szóval azért... Hűha, hűha, nem voltak nekem eddig még ilyenjeim, de ez a Panini, ez nem véletlenül van tele pénzzel. Mennyibe kerülhet egy ilyen 30 forint? Itt valami papír van elől. Ja, de várjál, várjál, nem, hát van itt, bocsánat, én kérek elnézést. Itt a matrica, minden visszavonva. Látszik, hogy noob vagyok a témában. Itt van, ezt most nem mondjátok komolyan, hogy 540 matrica van? Vagy kártya? Ne csináljátok. Ez gondolom egy standard cucc, mindegyikbe remélem ezt teszik bele, mert ha itt 540 lesz, akkor baj van. Nem, itt van. Hát nem sokkal jobb a helyzet. 252 kártya. Hát ez fájdalmas, majd mindjárt osztunk egyet, majd kiszámolom a képre. Az előbb végeztünk egy gyors számolást, hogy durván 40 ezer forint körül van, ha mindent megveszel, és mázlid van, és minden egyszer fordul elő, de hát ha nem, akkor meg cserélget az ember. De szóval visszatérve én kérek elnézést, kaptunk szép kis albumot, tök cukin benne van minden. Tehát akkor így nem 30 forint, hanem mondjuk 300. Na jó, de mindegy, hát ha valaki hülye és megveszi, mint én, akkor ne reklamáljon. Én ezeknek eddig ellenálltam, most ezt nem. Tök cuki, itt van egy ilyen 9-es setup, ilyen 3x3. Hát szóval mókás, egy ilyet. Ezeknek a Nintendo-s szajréknak általában mindig úgy felmegy az ára, hogy borzasztó. Nyilván most erre az egész világ rárepült, tehát mindenkinek lesz ilyen. Aztán azok szépen elkallódnak, meg megsemmisülnek, meg mit tudom én. Úgyhogy majd a gyerek örökli ezt, aztán 100 év múlva eladja az eBay-en 1 millió dollárért. Na nézzük a kártyákat, hogy mi van benne. Ezt a cukit így arrébb csúsztatjuk. De tehetséges vagyok. Jaj, de cuki! Hát ujja is szépen meg van nyomva. Hát ez vicces. De egész jó minőségi kis kártyák. Silver card, sport card, enemy card, item card, érted? Nem csak úgy simán. Itt vannak a kis számok a sarkokba. Tök cukor, mukor, tehát így sorba tudod szépen rakni, majd valahogy felszámozom a kis albumkát. Szinte 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy pillanatokon belül lesz ismétlődésünk. Akkor majd kommentbe lehet írni cserét. Donki!
Tök szimpi. Itt a special cardunk. Na de várjál, kettő volt benne, de hülye vagyok. Itt a másik special card. Észre se vettem. Ja Istenem, milyen tehetségtelen vagyok az ilyen albumozásban. Látszik, hogy semmi rutinom. Következő adag. Törö-törö-törö-törö-törö-törö-törö. Hát ez marha nagy cuki. Na, eddig szerencsére nincs ismétlődés. És akkor az albumhoz járó utolsó csomag. Na, ez mintha lenne. Ez nem volt, nem, az csak hasonló. Hát igen, azért mondjuk vannak ilyen kártyák, amik között azért giga nagy különbség nincsen. Jaj, Cuki Yoshi! Egy kupa-trupa. Na, hát tök jó. Akkor ez legalább korrekt, hogy úgy önmagában az albumban konkrétan nem volt ismétlődés. És akkor egy ilyen kis pack, hát ez sem olyan nagyon barátságos, de egyébként állítólag ez éri meg jobban, ez 2-5. Viszont, ha jól tudom, akkor egy csomag kártya az 600. Ebbe van 4 csomag. Tehát az eleve lenne 2400, plusz még van benne egy speckó kártya ebbe is, és akkor ennek tekintetében az mondjuk 100 forintba kerül, annyit azért megér egy speciális kártya. Úgyhogy nézzük a cuccost! Na, és hol a speciális kártya? Itt van! Ó, de speciális! Na hát tök jó, eddig örülünk. Örülünk, hogy nincs ismétlődés, és valóban benne van a 4 vali csomag. Mindjárt ezeket is meglessük. És akkor ez egy ilyen viszonylag rövid unboxing. Csak néhány kártya bemutatása. Valószínűleg ezzel most nem leszek egyedül a világon, akinek lesz ilyen, mert nyilván nem mellékesen népszerű a téma. Jaj, de cuki! Hát ez a top cuki! Na, ez vízszintes. Ezt mindegy, így teszem ide. Ja, várjál, el vagyunk csúszva, bocs. Én kérek elnézést. És nem nagyon fogunk beleférni a képbe. Annyi kártyánk van, hogy bepuppantás. Aztán természetesen azt a szuper izgalmas állapotot, hogy ezt így szépen megkeresem a helyét, és belerakosgatom az albumba, azt nem fogom bemutatni. Na, első ismétlődés. Egy Baby Mario 9-es számmal benevezett a csereprogramba. Szegény, hát jó, akkor őt ide rakjuk. Tenisz. Hova kerüljünk, nem tudom, hova kerüljünk. Teszem akkor ide oldalra őket. Egy pénz. Komoly. Hát sajnos egy cserénk már van egy Baby Mario. Hát egy Baby Luigi. Tökzoki. Na ez meg annak a hátsó 9-es kép halmaznak lesz az egyik eleme. Van egy baseball ütős Bowser, ez egy kicsit illik hozzá, hogy lezúzok mindenkit kategória, meg egy bomba. Csupa barátságos dolog. Na, és akkor utolsó csomagunk, aztán véget is ér a videó. Még bízzunk benne, hogy nem lesz ismétlődés. Itt van akkor nekünk egy cuki Yoshi szellem. Mindenki, ezt nem tudom hova rakjam. Jó, tehát összességében egyetlen egy darab ismétlődésünk van, egy Baby Mario, nyilván ez idővel egyre több ismétlődés lesz, de ez így most nekünk tök király. Na, hát akkor ez volt a szuper izgalmas Super Mario Trading Card Collection album unboxingja. Three days later. Na srácok,
Hát, amire lehetett számítani, kicsit eldurrant az agyam. Elkapott a gép szíj. Feltörtem a vészhelyzetekre félretett malacperseit. Hát ennyi a sztori. Ez most 10, de volt még egy pár darab külön az album után. És hát most ez így nagyságrendileg talán már meg is lesz a történet. Nem érdemes külön venni tasakot. Elég érdekes sztori történt, az egyikben több volt, mint kellett volna. Szóval nem érdemes külön venni tasakot, mert ebbe azt írja, hogy 17 kártya van. Mindjárt nyitok egyet, hogy azért látszódjon. Aztán az összeset természetesen felgyorsítva fogom nyitni, ha bárkit érdekel, végignézi, ha nem érdekli, akkor nem nézi végig. De a lényeg az, hogy azért érdemes ilyen dobozkát venni, mert ebben ugye van 4 tasak matrica. Azt hiszem, egy ilyen tasak az külön 600 forint. Tehát 4 ilyen tasak lenne 2400 forint. Egy ilyen doboz meg 2500 forint, tehát lényegében bizony 100-assal drágább, ezt értem. Viszont ezekben mindegyikben van egy speciális kártya, amiben azt hiszem nincs külön. Tehát ilyen tasakban még egyikben se találkoztam vele. Tehát lényegében, mivel ebben 4 kártya van és 600 forint, ezért egy normál kártya 150 forint. Ez meg lényegében így 100 forintba kerül, és elvileg máshogy meg se szerezhető. Úgyhogy ilyeneket nem érdemes szerintem külön venni, inkább egy ilyet vegyen az ember, egy ilyen dobozkát, és akkor ebbe, ha annyi összejön, hogy tud venni egy ilyen packet, ezzel jobban jár. Hát az, hogy ez már pont megvan. Ebből összesen 9 darab van, és ezek érdekes módon nincsenek is sorszámozva. Tehát ugye elvileg az albumba bele volt írva, hogy 252 kártya, de ezek ilyen limited edition kártyák. Nekem már csak 3 hiányzik, a Mario, a Luigi és a Yoshi, tehát persze pont mi más hiányozna, mint a lényeg. Hát bízom benne, ez most 10 csomag, elvileg akkor ez ugye 170 kártya. Nagyon bízom benne, hogy a speciális kártyáim meg lesznek. Most már egy ilyen felgyorsított kicsomagolás lesz. Ha valakinek van kedve, végignézi, ha nincs, akkor nem muszáj. Csak egy érdekesség, hogy nekem mit sikerült. Annyi érdekesség történt velem, hogy a múltkor ugye a videó első felében megvolt az album, és azt hiszem egy-két doboz hozzá, ilyen talán egy, és utána még azt hiszem 2 vagy 3 ilyen doboz sikerült szerezni, most már egyébként eléggé hiányzik is itt ott már nehezebb találni, és amikor bontottam ki a múltkor azt hiszem 2 ilyen dobozt, ugye ilyen 4 darab 4-es pack van benne, és az egyik ilyen csomagban 5 matrica volt. Nem tudom, hogy ilyen már valakivel előfordult-e. Nem fogok reklamálni a Panininál, de hogy érdekes módon a gyártó soron összeragadhatott valószínűleg 2, és akkor belekerült 5. Úgyhogy hát reméljük, hogy megtartják jó szokásukat, és lesz még ilyen. Na, bontsunk!
No, ennyi volt akkor ez az összes csomag, aki végignézte. Sajnos egy darab még hiányzik a speciális kártyákból, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ebből meglett a Mario, és meglett a Yoshi, ami eddig nem volt. Yoshiból van 4 is, úgyhogy király. Lett egy Toadette, egy Bowser, meg egy Rosalina, és egyik csomagban, abban szintén ismét 5 darab kártya volt, mint korábban már egyszer előfordult. Úgyhogy van sok speciális kártyám, és örömmel cserélek egy Yoshit egy Luigi-ra. Na srácok, imént azt mondtam, hogy szóló kártyacsomagot nem éri megvenni, csak ilyen pekkeket, mert ugye ez 17 kártya plusz egy speciális, és ez sokkal jobban megéri. Hát némileg felülbírálnám magam. Ezt nem én vettem, mentségemre legyen mondva. Kaptam ajándékba. Más biztos rátalált már, ezt a Müllerbe lehet elvileg venni. 3390-et csomag, ami szintén nem olcsó, viszont ez valami eszetlen pack, mert ezt most nem annyira tudom értelmezni, elvileg azt mondja, hogy 24, de plusz 2 bónusz, meg plusz egy alapkártya, meg plusz egy valami speciális elmebaj. Szóval ezt majd most mindjárt megnézzük, hogy akkor ez most valójában hány darabot tartalmaz. Elvileg 24, de hogy mi ez az sok őrület, ami rá van írva. Ja, és az eleve ki van bontva? Hát az érdekes. Meg egyébként abban sem vagyok biztos, hogy ez a magyar széria, ugye, mert hogy ez Mülleres, és a Müllerben rendszeresen vannak olyanok, amik Németországban vagy Ausztriában kaphatók, de mivel ugyanaz a logó, meg ugyanúgy Panini, azért bíztam benne, hogy az, és hát úgy ránézésre ez annak tűnik. Egyelőre mondjuk olyan nagyon speciált nem látok benne. Ugye az a speciál volt az a csillogó. Hát nincs benne. Akkor ezt nem annyira értem, ezt a dolgot. Eleve ez akkor mennyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hát ez elég érdekes sztori. Tehát ez tényleg 24 plusz 2, ugye ez van rajta, hogy 24 plusz 2. De plusz egy, hogy base card, plusz egy speciális. Hát jó, mindegy. Szóval ebbe van akkor még egyszer átpörgetve, ez volt 26. Mindjárt mutatom a másikat is. Nézzük meg a többit is. Akkor kizárásos alapon ebbe is lesz 26. Hát akkor baj, mert az a csillogós ugye, ami limited edition, bár mondjuk azt nem írja. Tehát ugye a másikakra rá van írva, hogy egy limitált kártya, erre nem írta. Tehát ebben akkor ilyen limitált kártya nincsen. Nézzük a következő adagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, egyébként a hátulja is ugyanaz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hát ebbe akár, hogy is számoljuk, ebbe 26 van, tehát 4 ilyen csomagba, akkor több mint 100 kártya van. Viszont hát akkor itt ilyet abból a szempontból mégsem éri meg annyira venni, hogy a kék színű dobozosban ugye benne vannak azok a limitált kártyák, ebben meg nincsen. Mint a 27-et számoltam volna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nem, ez is 26. Jó, hát akkor sajnos ebben nincs limited edition, de mondjuk nem is állította magáról. Viszont akkor, ha 26 kártya van benne, és 3390 egy ilyen csomag, akkor vitathatatlanul ez a legolcsóbb. Most ezt így fejből nem fogom leosztani, de majd a képre kiírom. Hát 150 forint körül van, nem effektív, pontosan 150 forint azt hiszem a négyes csomag, tehát 600 forint ez a pici tasak kártya,
abba akkor ugye 151, ebbe ugye egy 17 darab van 2500-ért, tehát ott egy kicsit olcsóbbra jön ki a sztori, elvileg ebbe jön ki a legolcsóbban a sztori, tehát ebbe akkor nincs limited, ezek a kupacaink, ipari mennyiségben lesz cserém, majd kiírom, hogy micsodák. Úgyhogy akkor mindenkinek jó kártyagyűjtögetést, aztán majd ha egyszer tele lesz az album, akkor lehet, hogy arról is kirakok egy videót.